Ebből a masszából készülnek a műzliszeletek az új gyártósoron. A ragasztóanyag és a szárazanyag összekeverése után következik a formázás és a rétegezés. A székesfehérvári üzemben hagyományos, vegán, laktózmentes és proteines termékek is készülnek. Néhány hete pedig új terméket is gyártanak, ezt az úgynevezett desszertszeletet. Az új gyártósor azonban nem csak ezt a terméket képes gyártani. Meglévő sorunk, ami ugye korábbi, az gyakorlatilag hát minden nap ment, tehát a hét minden napján, szombaton, vasárnap, hétvégén, és ez szükségesítette a kapacitás bővítését. Másrészt pedig az új sorunk sokkal több technológiai lehetőséget rejt magában, mind a termék gyártásában, termékféleségben és a csomagolásban is. A közel 200 féle terméket gyártó székesfehérvári cég több mint 4 évtizedes tapasztalattal rendelkezik a magyar élelmiszeriparban. Büszkén ötvözi a hagyományt a modern technológiával. Az üzemben 150 munkavállaló dolgozik, a fejlesztéssel immár 4 gyártósora van a cégnek, miközben a beruházás által a vállalat műzliszeletgyártási kapacitása megduplázódhat. A beruházást saját erőből és hitelből finanszírozták, egyúttal új munkahelyeket is teremtettek. Folyamatosan keresünk a munkaerőt, ugye egy műszakban ennek a gyártósornak a működtetéséhez 6 emberre van szükségünk, tehát most első körben 6 embert, majd pedig, hogy bővül a volumen, úgy további műszakokat szeretnénk elindítani. A cég a közeljövőben folytatja a fejlesztéseket, a telephelyen egy kisebb méretű naperőmű kap majd helyet, emellett a régi gyártósort is fejlesztik, ami a csomagolás terén nyit majd új lehetőségeket. Valamint a raktárban egy légtechnikai beruházást is végrehajtanak, ami a termékek hűtését végzi majd. Erre azért van szükség, mert a cég megvásárolta a Boci márkát, amely egy egészen más és új terület a Cerbona számára, amely hosszú távon komoly értéke lehet a portfóliójuknak.